Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket a mai bűn és baleset megelőzési magazin műsorunk alkalmával. Ma sajnos továbbra is egy nagyon aktuális témával, a lakásmafiának a tevékenységével szeretnénk foglalkozni, folytatni a több éve tartó ilyen témánkat. Sajnos nem nagyon tanulnak az emberek belőle. Mai vendégem Török Szabó Erzsébet, a lakásmafia kérdésével foglalkozó kolléganőnk. Tisztelettel köszöntelek. Hogy állunk most, Erzsike? Hát úgy állunk, hogy a 20 éves témánk, amit ugye tegeződhetünk, mert már 20 éve dolgozunk együtt, működünk együtt, a 20 éve tartó emberek bizalmával való visszaélés az ugyanúgy folytatódik, csak sajnos a média nem ad olyan teret ennek a témának, hogy többet beszélhessünk róla, és felhívjuk az emberek figyelmét, vagy éppen az emberek, az áldozatok, sértettek mondják el az általuk megtapasztalt, és sajnos a saját bőrükön átélt átveréseknek a módját. Azért hoztam el egy vendégemet, mert elég friss az ügy, és bizony, hogy napjainkban is ugyanúgy találkozunk a problémákkal, csak mivel én nem tudok olyan nyilvánosságot kapni, hogy erről többet beszélhessek, így köszönöm a hatos csatornának, hogy lehetőséget kapunk, és a visszajelzések... Máshol is kaptál lehetőséget? Más csatornánál is kaptál lehetőséget? Hát most véletlen egyszer, igen. Mása voltunk a korábbi adásokban, igen, más csatornákon, de azért a közkedvet, vagy a közismert csatornákon, ami több nézettséggel bír, ott nem kapok területet, lehetőséget, hogy igen, ez a műfaj él, működik, mindig modernizálódnak az ügyvédek, tehát itt nem beszélünk másról, mint hogy az ügyvédek adják a tapasztalatokat, a módokat, a módozatokat, hogy az elkövetők ezeket hogy végezzék, és ebben azért mennek olyan magabiztosan ezek az átverések, mert ott áll egy jogi képviselő, aki már fölkészült, és bár az iratok elkészítésében érződnek a hiányosságok, mert azért egy színlelt fiktív adásvételi szerződés közel nem olyan tartalmú, mint egy igazi adásvételi szerződés. A tartalma, a szerződések tartalma hiányos. Nem tartalmazzák azokat a fontos, pontos leírásokat, mint ami egy igazságos, igazi adásvételi szerződésben szerepel, mert azért látunk. És ezt nem tudja a sértett? A sértett nem tudja, mert olyan helyzetek alakulnak, és általában most az utóbbi módszerekben, már a múltkori adásban is beszéltem erről, és ez megerősítendő, hogy az életjáradéki szerződéseket és az ajándéki szerződéseket erősítik és nyomják, helyezik előtérbe, mert itt a család többi tagját nem kell bevonni. Hát ugye sok esetben látunk, hogy tulajdoni hányadokról beszélünk csak tulajdon részeknél, és ezekben az esetekben az adásvételi szerződésben ugye meg kellene kérdezni a többi tulajdonos társat, hogy elővásárlási joggal rendelkezik-e, vagy ezt tájékoztatni kell a többi tulajdonost. Az ajándékozásnál és az életjáradéki szerződésnél nem kell, mert sajnos csak azon, vagy éppen a csereszerződést készítetnek, holott kölcsönszerződést írnak alá a sértettek, és mire a földhivatalba kerül az okirat, akkor már egy csereszerződéssel áll szemben, úgyhogy azért hoztam el magammal az Attilát, ő vállalja az arcát, vállalja, és elmondja, hogy történt, és nem azért mondjuk, és nem azért próbáljuk tenni, hogy az emberek más ne kerüljön ebbe a helyzetbe, mert addig, ameddig a családon belül
vagy éppen egy személlyel nem történik meg egy ilyen átverés, addig nem hiszik el. Pedig 20 éve mondja az ember, hogy bármikor, bárkivel, bármi megtörténhet. Nem kell, hogy alkoholista legyen, nem kell, hogy értelmiségi legyen. Minden, akinek ingatlana van, és van egy kis pénze, azzal bárki áldozattá válik. Az különös érzékek kiszagolják? Nagyon ráéreznek, igen. Hát itt, ahogy pörgetjük az eseményt, mi végigmentünk ezen a vonalon, hát ugye bűnről még addig nem beszélhetünk, amíg a rendőrség nem mondja ki, de a cselekedet folyamatán végigmentünk. Elutaztunk a vidéki városokba, amely lakást nem látott soha, amely a tulajdonában van, akkor látta először, amikor mi bekopogtunk, elmentünk Békés megyébe, más területekre, ahol szintén tulajdonos lett. Én ilyen kényszer tulajdonos nevet adtam ennek, ezt utóbbi időben találtam ki, mert ugyanis nem akar tulajdonos lenni egy személy, aki valakinek segít. Tehát körülbelül azonos az a módszer, hogy kezes lenne valahol, valakinek, és az ingatlanai oda. Attila, izgatottan hallgatom. Hogy hát, sétált bele ebbe a buliba? Nekem volt egy korábbi ismerettségem, munkahelyem elében ismertem meg ezt a hölgyet, Nádudvari Ceciliának hívják. Dolgoztam egy elég nívós helyen, és ott ilyen kongresszusra mentek, és én mentem így szokásszerűen munkámat végezni. Csináltam, és ott tökötöttem ezt a ismerettséget. Közben eltelt jó pár év, 6-8 év is talán, és teljesen véletlenül a nyugati környékén, a West End fele futottam össze ezzel a Nádudvari Ceciliával, ezzel a volt korábbi ismerősömmel. Hát én túl is mentem rajta, de valóban ismerős volt. Rászoltottam, nevén szoltottam, emlékeztem rám, egy maradandó élményem volt, ahogy megismertük egymást, és vissza is nézett minden, és akkor mondta, igen, ő az. Hát beültünk egyből ott a nyugati környékén valahol valami kávézóba, egy kávéra, meg egy bambira. Ott van hely bőven. Igen, azért mondom, hogy Dunát kellett regeszteni ilyenekkel már utcán. És közben hát elbeszélgettünk, aztán beszéltünk mindenről, hogy ki mivel foglalkozik, hogy is mint, aztán én kerestem munkát, meg minden, hogy tud-e segíteni, vagy bármilyen munkával kapcsolatban, ez egy második szóra, hogy harmadszor, amikor találkoztam vele. Aztán mondta végül is, nekem elmondta, hogy tud adni munkát nekem, jó munkákat, vagy bármi be tud segíteni. Hát én elkezdtem forgatni, aztán közben belevont a hölgy, ilyen érzelmi kötődésszerű kapcsolat alakult ki köztünk. Hát azért már közel, igaz, tavaly előtt még nem voltam 40, mert most betöltöttem tavaly a 40-et, és hát azért mégis gondol az ember a jövőjére, hogy gyerek, meg mindenben sajnos nincsen gyereke, gyermekem. És ő ezt ki valahogy, nem tudom, megérzi, vagy nem tudom miért, ugye ezzel most engem nem zsarolt végül semmi, csak tehát ő ezzel frekventált rálam, hogy én jaj, valamit éreznek iránta. Na mindegy, végül is összejöttünk, tehát volt egy-két közös élmény, közös este, közös éjszakák, ő belevitt ilyenekbe, nem akartam semmit se, na mindegy, lényegtelen ez végül is. Utána kialakult, hogy a munkájával kapcsolatban, mert ő is 3 vagy 4 nyelven beszél, tehát nem egy írástudatlan hölgyről beszélek. Felvetette nekem a kérdés, hogy kell nekem telefon, ilyen fordító, programos, nem tudom milyen foglalós telefonokra, de ez a telefonok ilyen 5-600 ezer forint értékűek, tehát nem ilyen lengyel piacos dolgok. Vettem telefont neki részletfizetési kedvezménnyel, minden nagy díjcsomaggal, minden, és jó, akkor... Jó, a te neved volt jó, az, Attila volt az szerződőfél. Én voltam a szerződőfél, 1, 2, majd 3 telefonról volt szó, azt mondja, jön majd a pénz, jön majd, ígérgette, hogy én kapok ebből 100%-ot, meg minden, meg egy fix pére megveszek, nem kell semmit csinálnom, csak otthon ülnöm, esetleg később számolnom a pénzt, amit kapok én tőle. Hát eltelt a idő, ment, aztán... Csak a pénz nem fogyott, jött, mi? Igen, nem ment, csak az én pénzem fogyott, mert a bankszámlámról vették le a pénzt ennek a szolgáltatásnak.
Aztán közben felvetett nekem egy olyat, hogy szükségem lenne még Attila a kereken mondta, hogy 1 millió forintra, mert egy nagy vállalkozást beindítanánk, egy közös vállalkozást, közben utána beszéltünk a közös jövőnkről, tehát hogy családalapítás, meg, tehát visszaéltő így ezzel az érzelmi kötődést semmel, vagy nem értik. Tudom, hogy mondtad, megérezte ő valahogyan ez a nálad, vagy Cecília, és közben, időközben azt mondta nekem, hogy neki van egy ismerettségem, mondom, figyelj, én nem kértem soha senkitől kölcsön, mert ezt fölajánlotta nekem, hogy neki van egy közös ismerőse, vagy egy, ő neki egy közeli ismerőse, és tud nekem soron kívül bármikor 1 millió forintot adni nekem bármire. Hát nem neked, hanem a Cecéliának. Igen, mert ő kezébe számolták el a pénzt. És a akkor kezességet kell vállalni, ja, igen, és ingatlan fedezetet. Tehát itt indul a fontossági ügyesség. Igen. Kérdés, és ami nagy veszteséghez vezetett. Mi lett a vége? Hát az, hogy megmutattam a az, hogy itt van a műsor, igen, megmutattam ismerősének, aki a pénzt adta, tehát aki a Cecília kezébe számolta le a pénzt. A kölcsönadó. Nem is volt. A kölcsönadó úr a Cecília kezébe számolta le ezt az összeget, de viszont ő megmondta nekem, mert mondtam neki, hogy egy figyelj, 1-2 hónapon belül visszatom adni neked ezt a pénzt, ha úgy van arról szó. De mondta, oké, akkor is kell neki, meg kell nézni, hogy mi van nekem. Hát én Pilis Maróti születésű vagyok, Pilis Maróton van Ádor akció mai napig, és ott van 2 ingatlanom. Örököltem végig mind a kettőt. Elvittem ezt a ismerősét ő neki, aki adta az 1 millió forintot a Cecília kezébe, amit odaadott neki, átadott pénzt. Csak ez kellett a fedezet ennek az ismerősének. Én bemutattam a 2 ingatlanomat, be se kellett mennie. Azt mondta, hogy elég, hogyha látja. Tehát nem is kellett még meg sem mutatnom, hogy az ingatlan én nevem, vagy bármit, ez semmi papírt nem kért róla, csak bemutattam neki, hogy mégis ez a ház az enyém, rámutattam, és ebben én nekem 1/2 részesedésem van, a másikban meg mindegettőbe fele, mert van a tehát rokonok jó, vannak jó, így jó, az ingatlanokkal. Na mindig, ez elég volt. Aztán le kellett utazni múltak. Szentesre. Igen, Szentesre ügyéthez leutaztam, ő megcsinált mindent, ez egy hétvégi napfolyam volt, hogy a kölcsönszerződést, hogy kölcsön kértem 1 millió forintot. Hát meg is történt ez minden, aztán közben volt egy olyan még benne, hogy én nem kaptam semmi papírt róla. Tehát én ezt mondtam, Cecília mindig arra hivatkozott, hogy nyugodj be, Attila, ezt nekem betett föl, mert ők kezébe számolták le ezt a pénzt, ezt én adom vissza. Nálam van minden papír, én elrakok mindent, és te neked nem is kell foglalkozni vele az egészszel, ezzel ő le is zárta. Aztán kérdeztem, telt múlt a idő, kérdeztem, és mindig hidegetett, hatogatott, és csak ígért össze-vissza mindent. Közben eljött a karácsony, és az édesanyám karácsony előtt 2 nappal kapott el földhivataltól, a szarvasi járási földhivataltól kapott egy levelet, úgy szintén az Esztergomitól is, a közeljövőbe, illetve abban időben közeljövőbe, hogy átett írva a szüleimtől örökölt ingatlan egy harmadik F. Egy Lajos harmadik nevű emberre, egy L. Gusztáv nevezetű ember nevére átett írva az ingatlan az egyik, amit a anyámnak részesedés. Aztán közben kaputtak a másik ingatlant, amit bemutattam, oda is kaptam arról már én papírt. Végülis mindegyenek nincs jelentősége, de az a lényeg az egészben, hogy tehát a kölcsönszerződésből lett egy ilyen csereszerződés, amiről én nem is tudtam egyáltalán. Aztán jártam, keltem a napokat, mindent, és akkor szerencsére összejöttem egy kedves, mind aki most idehozott engem, a Török Szabó Erzsébet, és ő segített nekem, és ő segíti a mai napig a jogi képviselőm, tehát ő tervez mindent nekem, ő így meg, igen, mindent ő képvisel, és volt, hogy éjszakában húzódóan csináltuk a papírjainkat, a beadványainkat, tehát én átadnám a szót kedves Török Szabó Erzsébetnek, mert köszönöm jobban szépen. Tud momentálni. Azt hiszem, végszóként tanult az ügyből, ugye? Hát, tudom, hogy jelesen. Drága tanulság. Hát ez meg drága szerelem. A szerelem az mindig drága. De ő mert ilyen nyomorba dönt. De azért az ingatlanok értéke, amit merészel ügyvéd megcsinál, holott egy ügyvédnél valóban volt Szentesen, de egy másik ügyvédnél, tehát az egyik
már elhangzott Pilismaróti ingatlan értékét azért körülbelül sejtjük milyen, és egy ózdi, egy 1 100 000 talán, ha az már maximált értékű lakásra lett cserélve. A másik Pilismaróti ingatlan viszont Békés Szent Andráson egy lepusztult kis családi házra lett cserélve, amiről nem is tudott soha, tehát annál az ügyvédnél például nem is járt. Tehát két ügyvéd készített szerződést, és nem is járt soha az ingatlanba. Majd, mikor lementünk egy körútra, akkor az ügyvéd megmutatta, hogy igen, nála ott vannak az igazolványok. Hát most ugye tippet nem mondtam neki, hogy hogy kerülhettek kezébe, de ott egyszer lett csere szerződés, és ugyanaz a Békés Szent Andrási ingatlan eladásra került, mint ő tulajdonos, aki soha nem volt a szerződés készítésénél. Tehát nagyon bátrak az ügyvédek, hogy úgy készítenek szerződéseket, hogy nincs jelen a fél. Tehát ez a gond, ugye nem nézünk, nem vagyunk rasszisták, de viszont a kisebbségi csoportok nagyon jól el tudnak intézni mindent, ahol nem kell ott legyenek az ügyfelek, hogy bármilyen szerződés elkészüljön. Tehát szomorú. Továbbra is ezek kisebbségi csoportok viszik ezt a igen, vidéken élő, de igen, is. Vegyes a kör, tehát minden személy található benne, tehát színre és értelmi szintre való tekintet nélkül végzik ezeket a feladatokat. Hát azért valahol lent ott a csücsökben lakó személy, akit ugye aztán hallottuk, hogy Dunántúlon is elvégzik ezeket a feladatokat, Ózdon is tulajdonossá válik, tehát hogy ilyen országjárás körutakat tudjanak csinálni, holott a személyek, az áldozatok, sértettek, nem is jelennek meg, és szentesen, nagyon precízen, pontosan, bár nagyon hiányosan készítik el a szerződéseket, de a földhivatal befogadja. Bár mondjuk hiánypótlásokat kér a földhivatal, de azt a tulajdonos tudta nélkül az ügyvéd elvégzi. Tehát sajnos még mindig nincs visszatartó erő, ezt érzékeljük, hogy nem... Nem, az áldozatok száma nő, a sértettek száma nő, de a jogi képviselők száma nem nő, hogy felelősségre lennének vonva. Tehát a felelősségre vont személyek száma nem? Nem nő. Nem, szaporodik? Nem. Sajnos ez még mindig nem kívánatos téma, tehát ezt érezzük, mert azért én most már ugye 20 éve, hogy írogatom a leveleimet a hivatalok, hatóságok felé, és miniszterektől is, mert mindig hidegrázást újabbak. Kapnak tőled. Igen, igen. Hát ugye azt tudjuk, hogy pártok jönnek, mennek, visszajönnek, újra jönnek, újra visszalépnek, vagy éppen folyamatában, és nem történik semmi. Tehát minden témával foglalkoznak, de mint maga a lakásmafia témával nem. Szerinted meddig fog ez menni? Hát ez mindig fog menni, mert a legjobb üzlet az ingatlan, és hogy én azt megérem, hogy ez ne legyen, nem hiszem. Uh-huh. Tehát sajnos. Akkor marad a harc, szélmalom én harc. Én folytatom tovább, már csak azért is, mert az erőadó édesanyám, aki ugye 20 évén keresztül adta a sorstársak mamája, aki 2017. február 1-én elköltözött közülünk, és engedjék meg, és engedjétek meg, hogy az ő imádott költőjén, írójának, Petőfi Sándornak Anyám-anyám című verséből őhozzá szóló kis szavakat elmondjam. Tehát édesanyánk, nagymamánk, dédikénk Szabó Józsefné született Rácz Erzsébet 2017. február első napján, 93. életévében költözött el tőlünk az égiek szeretteihez. Anyám, anyám, végső reményed, ha majd halálod meg fog hűteni, fölmelegítnek még egyszer gyermeket hű könnyei. Petőfi Sándor, 1845. január és február. Szép volt, köszönjük. Érte.
Erzsike, drága. Úgyhogy az édesanyám azt mondta, hogy minden megy tovább, az élet megy tovább, mindent úgy kell végezni. Na, ezek a rosszak kimaradhatnának belőle. Hát kimaradhat, tudjuk az élet, ha születés pillanatában halálfiai vagyunk, hogy kinél mikor jön el. Mi úgy érezzük, hogy szeretetet, boldogságot adtunk, ő erőt adott nekünk, úgyhogy folytatjuk tovább azt a harcot, folytatom az ő erejével, itt van mellettem, úgyhogy meddig, nem tudom. Ja. Kívánom neked, hogy ezt a harcot folytass, csak eredményesebb legyen. Tudom, hogy ez nem rajtad múlik. Nem rajtam múlik. Ja. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Kedves nézőim, remélem az itt elhangzottakból tanultak, és nagyon-nagyon óvatosan bánnak ezekkel a szerződésekkel. Ne vigyék vízre önöket. Viszontlátásra!